Humán meteorológiai jó tanácsok következnek. Vendégünk Ivádi Anett, humán meteorológus, a Meteo Klinika munkatársa. Üdvözlöm! Üdvözlöm, köszöntöm a kedves nézőket is! Hát ugye elmúlt héthez képest ugye nem sokat változott az idő, talán még egy kicsit hidegebb lett, mint ahogy korábban tapasztaltuk. Azt szoktuk tapasztalni ebben az időszakban, hogy egyre többször vagy egyre könnyebben fázunk meg. Tulajdonképpen a megfázásnak ilyenkor mi lehet az oka? A megfázásnak elsősorban ebben az időszakban már az az oka, hogy hirtelen változik az időjárás, és nagyon gyakran le is hűlhet az átlagos hőmérséklet alá. Azt tapasztalhatjuk, hogy akár csak egy-egy napokra is, de kellemes hőmérsékletek köszöntenek be, aztán érkezik mondjuk egy markáns hidegfront, ami mögött szinte betódul a hideg levegő, és megállíthatatlanul itt is ragadhat, tehát több napig is. Nem csak a nappali hőmérsékletekben, hanem a hajnali reggeli hőmérsékletekben is megmutatkozhat ez a lehűlés. Mi a legveszélyesebb, a hideg, vagy a szél, vagy esetleg a csapadékos időjárás, melyik ezek közül? A legveszélyesebb az, hogyha ez mind együtt van. A nedves, hideg időben nagyon könnyen terjednek a kórokozók, ha pedig még szél is van, akkor még a hőérzet is rossz, tehát ezt a hideget át is, hát úgymond átfújja még a ruhán is, tehát könnyebben a bőrünkhöz jut, könnyebben megfázhatunk. Külön-külön is veszélyesek, de hogyha együtt van, az a legnagyobb kockázata a megfázásnak. Néhány héttel korábban azt tanácsoltuk mindenkinek, hogy öltözzünk rétegesen. Ebben az időben is érvényes ez a tanács, vagy most már itt másképpen kell felkészülnünk az időjárásra? A réteges öltözködés az minden évszakban jó a hideg ellen. Itt még azt hozzátenném, hogy rétegesen öltözünk is vastagabban, tehát még nem kell azért elővenni a nagy téli bundákat, de mert mindenképpen a vastagabb pulóvert, a vastagabb kabátot, különösen reggel, amikor 10 fok alatt alakulhatnak a hőmérsékletek, itt a kertvárosi részen sokkal jobban le tud hűlni az idő, mint a belvárosban. A másik dolog pedig, ami még nagyon fontos, amellett, hogy pihenjünk sokat, mert egy kipihent szervezet könnyebben megküzd a kórokozókkal, tehát ez a másik dolog az, hogy szedjünk minél több vitamint és minél több friss zöldséget és gyümölcsöt együnk. A táplálkozásra és a vitaminokra mindenképpen visszatérnék, csak még egy kérdés a ruházattal kapcsolatban, hogy már azzal is számolnunk kell, tehát a csapadékkal is számolnunk kell, tehát hordjunk esőkabátot, esernyőt, vagy annyira még nem járunk az őszben? A csapadék az nem évszakhoz köthető, nyáron is eshet ugyanúgy az eső, tavasszal is, össze is, mindig érdemes figyelni az időjárás jelentéseket, és ebbe ahhoz alkalmazkodjunk. Ugye a vitaminok és a vitaminmandús ételek mellett mi lehet az, ami a hideg időt, ezt a csapadékos időt, illetve ennek a kellemetlen hatásait ellensúlyozni tudja, és esetleg még ugye a betegségekkel szemben is megvéd bennünket? A legfontosabb az a C-vitamin, ez köztudott, hogy a C-vitamint, hogyha pótoljuk a szervezetünkből, akkor ellenállóbbá válhat az immunrendszerünk. A friss zöldségek és gyümölcsök közül pedig a legjobbak mindig minden időszakban, tehát az év minden szakában az idény gyümölcsök és zöldségek, amelyek éppen akkor teremnek. Na most már ugye az őszben vagyunk, már szeptember-október van, így hát már egyre kevesebb zöldség és gyümölcs közül választhatunk azok közül, amelyek éppen teremnek. Viszont még mindig nagyon jó és hazai termésű a paradicsom, amiben szintén nagyon sok vitamin van. A paprika az is viszonylag magas C-vitamin tartalommal bír, de a zöldségek közül az egyik legmagasabb C-vitamin tartalma a káposztáknak és a káposztaféléknek van. Ezeket ehetjük nyersen, megcsinálhatjuk salátának, csalamádénak is. Az fontos, hogy a főzés során a C-vitamin tartalom az elillan, egy magas hőmérsékleten elbomlik ez az anyag, tehát mindig ezért célszerű ezeket nyersen fogyasztani. Ebben az időszakban már egyre nagyobb a kockázata annak is, hogy egymástól elkapunk kórokozókat, azt hogy tudjuk kivédeni? Ezt legjobban úgy tudjuk, hogy ha közösségbe mentünk, akkor utána minél előbb alaposan meg kell mosni a kezet, tehát nagyon fontos a higiénia. A másik szempontból pedig azzal tehetünk jót az embertársainkkal, hogyha mi magunk betegek vagyunk, akkor maradjunk otthon lehetőleg. Nem kell erőltetni akár a munkát se, vagy az iskolát se, mert amellett, hogy megfertőzzük a többieket, azon kívül még nem pihenünk, még saját magunk, mi magunk is rosszabbul lehetünk, és akár komolyabb szövődmények is kialakulhatnak. Pollen van-e még a levegőben, azzal kell-e még számolnunk?
Igen, még a parlagfű pollenje található meg említést érdemlő módon a levegőben, de ezt úgy mondják, hogy még az első komoly fagyokig ez megtalálható, de komolyabb tüneteket már nem okoz, és különösen amiatt, hogy reggel is hűvös van, és a nappali hőmérsékletek sem azok az ideálisak már, amik a parlagfűnek kedveznek, így ennek is most már fokozatosan és jelentősen csökken a száma. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.